Hát sziasztok, üdvözöllek benneteket újra egy Homemessben, végre fejleményekről számolhatok be. Ma eljött a napja annak, hogy elkezdődjön elkészülni mögöttem ez a médiafal per beépített szekrény. Hónapok óta várunk erre a pillanatra, vagy hát erre a napra, és tényleg nagyon várom, hogy ez legyen az utolsó alkalom, hogy ebben a formában látom itt ezt a falat mögöttem, mert hát az az igazság, hogy már igazából eléggé hozzászoktunk ehhez a látványhoz, hát de nyilván nem ideális, hogy össze-vissza van minden, alul a beton kilátszódik, lyukak vannak a falba, úgyhogy nagyon-nagyon jó lesz, hogy végre ez már megszépül, és jól kihasználható, praktikus és esztétikus helyé válik. Már említettem nektek korábban, hogy amikor mi ide költöztünk, akkor is itt ilyen gipszkarton megoldások voltak, viszont akkor kicsit másként. Az előző tulajnál úgy volt, hogy nála abban a részben volt a tévé, de az ilyen furcsán, ugye ennek a helyiségnek arra az oldalára helyezte úgymond a középpontot vagy a hangsúlyt, viszont nekünk mindenképpen úgy adta volna magát, hogy középen legyen a kanapé, tehát itt legyen a tévé. Úgyhogy hát mi végül is ezt az egész gipszkarton dolgot, ami itt volt, ezt lebontottuk, hogy megnézzük, hogy mi van mögötte, és hát amit most láttok, ez az, amit mindenképpen meg kellett tartani, mert vannak mögötte olyan dolgok, amik így statikailag szükségesek, tehát ilyen csövek, gerenda, ehhez hasonló dolgok, úgyhogy ezzel dolgozunk, és akkor e köré kezdtük el kitalálni, hogy mi milyen bútort, polcokat, szekrényt szeretnénk, és ma ennek az első nagy fázisa végre el fog készülni. Beszéltünk pár asztalossal, és hát itt azért a... Sziréna? Szóval itt a falak nem tökéletes párhuzamossága, nem tökéletes derékszögei picit megnehezítik majd valószínűleg a kivitelezést, tehát bízom benne, hogy most már minden jól fog menni. Bár már korábban elmeséltem nektek azt hiszem, hogy milyen fellépítést képzeltünk el, azért most is elmondom, hiszen most van szó igazán erről. Szóval tehát az a terv, hogy itt ez a jobb oldali rész polcokat kap, ide kerül majd a tévé, de azért itt is lesz egy polc, a bal oldali rész pedig az alsó része nagy fiókos lesz, felül pedig fapolcok lesznek, és a leges legtetején itt ennek a résznek szintén kis szekrények fognak menni, hogy mindent ki tudjunk használni. Ahol pedig alul most lyukakat láttok, ott is fiókok lesznek, hát kivétel itt ez a rész, mert itt nagyobbra számítottunk, de végül is az nem megoldható, úgyhogy igazából az csak el lesz takarva, de a fő cél, hogy egy ilyen teljesen egybefüggő szekrény szerűséget, médiafalat kapjunk a végén. A faanyag az már megérkezett hozzánk, és hát várja a beépítést, ugye alapvetően sok minden fehér lesz, a polcok ilyen barna színt fognak kapni, és hát nagyon örültünk, hogy végre ezt most már egészben is láthatjuk, mert hát egy nagyon pici mintáról választottuk ki, és igyekeztünk olyan árnyalatot, meg olyan mintát választani, ami leginkább passzol az étkező asztalhoz, ha már egy helyiségben van, illetve nekünk az a fa mintázat tetszett nagyon, úgyhogy ezt választottuk, ez hát nem is valamilyen tölgy. A polcok fognak kapni világítást is, úgyhogy reméljük az is nagyon hangulatos lesz majd, ha elkészül, és hát akkor jegyezzük meg, ez az utolsó alkalom, hogy ezt a falat ilyen formában látjuk. Hát újra itt vagyok. Még nincsen 100%-ig kész a szekrény, de már nem bírtam magammal, és gondoltam, hogy muszáj bejelentkeznem is legalább így. Hát már nem fél úton, talán nem tudom, mondhatom 80-90%-ot szerintem ennél az állapotnál. Na de ugorjunk kicsit vissza, és így időrendileg rendezzük el magunkat. Ugyanis legutoljára, amikor bejelentkeztem, és mondtam, hogy végre elkezdik megcsinálni a szekrényt, akkor igazából 2,5 héttel korábban járunk. Akkor egy napot dolgoztak itt, és hát nagyjából a vázát
félig meddig elkészítették ennek a szekrénynek, amit mi ide képzeltünk. Ezt azért kellett így megcsinálni, mert ahhoz, hogy ezt a felső részt le lehessen mérni, ahhoz mindenképpen először be kellett tenni legalább ennek az alsó résznek a vázát, hogy ahhoz lehessen hozzámérni, és csak utána lehetett megrendelni ehhez a részhez az anyagot, úgyhogy emiatt kellett várnunk 2,5 hetet, és tegnap történt azóta ez a plusz változás, és hát most már nagyon-nagyon közel állunk a végéhez. Én már nem is bírtam magammal, és hát eléggé, azért nem 100%-osan, azért így nagyjából szépen kitakarítottam, a polcokat letörölgettem, belül a szekrényeket, fiókokat, hogy mégis már így teljes egészében azt érezhessük, hogy a miénk. Hát ami még hiányzik és hátra van, ahogy láthatjátok, a legfelső szintnek még az ajtajai fognak felkerülni, azok fehérek lesznek, szépen beigazgatva, aztán oldalt a háromszög szekrény fog kapni egy takarót, illetve még ilyen kis takarós igazítgatások vannak, szóval most már tényleg nagyon-nagyon a végén járunk, és hát nekem nagyon-nagyon tetszik a végeredmény. Izgultunk, hogy milyen lesz az elképzelésünk így élőben, de igazából pont olyan, amit megálmodtunk, meg amit szerettünk volna, úgyhogy nagyon-nagyon várom a folytatást, ami most van, milyen nap van? Szerda? Pénteken lesz a folytatása, és hát remélhetőleg akkor be is fejeződik, illetve a kis könyves polcaink is elkészülnek a másik oldalt, amit már mutattam nektek, úgyhogy onnan is már a könyveket is elpakoltam, úgyhogy várjuk a folytatást, csak be akartam jelentkezni és megosztani veletek ezeket az izgalmakat, amik éppen itt történnek. Elkészült ez a szekrényünk is, igazából most nem is húzom az időt azzal, hogy most elmeséljek itt dolgokat, bár nincs is mit, mert azt hiszem a végeredmény magáért beszél, de kezdjük is a berendezését. Na hát elkészült a könyvespolc is, amit már nagyon-nagyon vártam. Már talán valamelyik korábbi HomeMess videóban említettem, hogy mi is itt az elképzelés. Ugye a nappalinak ez a sarka teljes egészében tetőt éri, és hát másképp egy hallott tér lett volna itt, úgyhogy azt találtuk ki, hogy ide teljesen ideális lenne egy könyvespolc. Úgyhogy igazából azt találtuk ki, hogy gipszkartonból tetettünk ide egy ilyen vázat, és ebbe került be most a könyvespolc rész is. Ugye már korábban is láthattátok, hogy már itt tároltam a könyveket, tehát az elejétől kezdve az volt az elképzelés, hogy majd szépen így visszintesen sorakoztatva lesznek is, nem stócban, csak addig is azért mégis szerettem volna őket ide elhelyezni. Na de most már végre fel tudom őket itt ide sorakoztatni, úgyhogy kezdtem is. A szekrény most már berendezve. Igazából szerintem most lett a nappalink, és hát azt gondoltam, hogy majd elkezdjük belerakni a dolgokat, de majd a fele üres lesz, és majd így szépen az évek alatt majd megtaláljuk ide való dolgokat, de igazából már most tele lett. Persze azért vannak olyan dolgok, amiket csak azért tettünk fel, hogy mégse legyen túl üres, például középen így a tévé fölött, az most így elég kezdetleges, meg biztos, hogy most így majd telnek a napok, azért nagyon sok átrendezgetés lesz, de például a Rivendell, hát annak ez egyszerűen tökéletes hely, és már nagyon vártuk, hogy oda végre felkerülhessen, úgyhogy most nagy a boldogság. Úgyhogy remélem, nem sokára jelentkezem egy újabb HomeMess résszel. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!